Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Péntektől vasárnapig ismét jazzki versenyzők népesítik be a leveleki tavat. Az U17-es VB-n és az U18-as EB-n is minden meccsen játszott Dobó Lilla. Új edzővel és új csapattal készülnek a szezonra a nyírbátori férfi kézilabdázók. A Deasz nyerte a második alkalommal megrendezett sallai emléktornát. Péntektől vasárnapig ismét jazzki versenyzők népesítik be a leveleki tavat, ugyanis felnőtt Európa-bajnoki és junior világbajnoki futamokat rendeznek 20 ország sportolóinak részvételével. Ez az Európa-bajnokság záróversenye, és az ez évben megrendezendő junior világbajnokságnak az egyetlen versenye, úgyhogy a juniorjaink nagyon készülnek, nagyon bízom benne, hogy ott akár a két kategóriába még talán 4 dobogós helyezést is el tudok képzelni. A 6-ból mondjuk 4 elég maximalista elvárás, de nagyon jó formában vannak a versenyzőink. Ami érdekes és egy nagyon jó statisztika, hogy a 24 fős magyar válogatott keretből 11-en utánpótláskorúak, tehát 18 évnél fiatalabbak, tehát egy nagyon jó utánpótlás korosztály nevelődött ki itt a sportunkba. Itt Major Marcelre gondolok, aki 18. évét tölti, hát ő már a felnőttek között megy, ő kétszeres Európa-bajnok, Runabout GP 4 kategóriába, őtőle itt mindenképpen egy első helyet várunk. A juniorjaink közül van olyan, akinek életében ez lesz az első nemzetközi versenye, tehát eddig még csak magyar bajnokságon indult. Itt a 14 éves Dudás Diana és a Rácz Bendegúz, ők ketten, akik junior Runabout GP 4 kategóriába indulnak. Hát nagyon kíváncsiak leszünk, mert ügyesek mindketten, de gondolom, hogy a lámpaláz meg egyebek, hogy egy Európa-bajnokságon elindulni azért az egy komoly dolog, de reméljük, hogy jó eredményt fognak elérni. Úgyhogy bízunk abba, hogy mind a felnőtt Európa-bajnokságon, mint pedig a junior világbajnokságon hozzuk az eddig megszokottat. Hát a tavalyi eredményt azt valószínűleg nem tudjuk hozni, mert ugye tavaly 13 kategória volt itt összességében, és abból 7-ben magyar himnusz szólt, tehát ez egy olyan elsőprő volt a tavalyi év, hogy ilyet nem tudunk hozni, de most azt mondom, hogy a 13-ból, hogyha 5-ben magyar himnusz szól, és a nemzetek közötti éremtáblázatba a magyar nagydíjat megnyeri a magyar válogatott, akkor nagyon boldogak vagyunk. Egyébként a nemzetközi mezőn tekintve hány ország képviselteti magát? Most az előzetes nevezések alapján 20 nemzet versenyzői jelezték, de ez mindig olyan, hogy itt ugye az van, hogy megvan az előzetes elektronikus nevezés lehetősége, de nagyon sokan élnek azzal a lehetőséggel is, hogy itt a helyszínen, a holnapi napon csütörtökön nevezzenek, tehát holnap 18 óráig még bárki idejöhet anélkül, hogy nevezett volna, és itt még 18 óráig a nevezését és a műszaki gépátvételét megejti, akkor ő péntek reggel indulhat már a pole pozíciós futamokon, ugye ez az autós Forma 1-hez teljesen hasonló megoldás, tehát itt is aki a pole pozíciós versenyen a legjobb időt éri el, az a kedvezményezett pozícióból indulhat, és akkor utána pedig péntek délutántól elkezdődnek az éles versenyek, minden kategóriában 3 futam kerül megrendezésre, és a 3 futam végeredménye adja ki vasárnap estére a végeredményt. Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött Dobó Lilla. A nyíregyházi kosársuli játékosa összesen 14 mérkőzésen lépett pályára az U17-es világbajnokságon és az U18-as Európa-bajnokságon. A VB-re azért számítottam legbelül, hogy ez össze fog jönni. Az Európa-bajnokság az meg a VB után megkérdezték, hogy van-e kedvem menni, hogy van rá lehetőség. Szóval ez egy ilyen hirtelen ötlet volt, de nagyon örültem, hogy részt tudtam venni rajta.
Hogyan élted meg ezt a két hónapot? Ugye edzőtáborok, meccsek, hazai környezetben is meccsek, egy világbajnoki 6. hely, Európa-bajnoki 11. hely, és hát gondolom rengeteg olyan játékos, edzőszakvezető, akikkel korábban kevesebbet találkoztál. Nagyon jól éltem meg, szerintem eddig ez volt a legjobb nyaram. Nagyon sok emberrel jóba lettem, mindenkit ismerek az elit játékosok közül az országban, és a szakemberekkel is nagyon sok mindent tanultam tőlük. Hogyan értékeled a saját teljesítményedet? Egészen elégedett vagyok, a világbajnokságon sokat játszottam, és szerintem mindent megtettem a csapat érdekében. Az Európa-bajnokságon kihasználtam azokat a játékperceket, amiket kaptam, és ott is volt két meccs, ahol szerintem túllendítettem a csapatot egy holdponton, amivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Eddig is kulcs szereped volt a nyíregyházi csapatban, a felnőttek között is, juniorok között is. Gondolom ez nem változik a jövőben sem. Nem, a junioroknál most még nagyobb feladat hárul ám, hiszen kevesen vagyunk ebben a korosztályban, és azért szeretném, hogy tudjunk teljesíteni. A felnőtteknél viszont vannak azok, akik tudnak benne segíteni, hiszen ők már ezt több éve csinálják, szóval ott van a tapasztalat, aki majd megtanít. Voltak elődeid már, ami a válogatottságot illeti a nyíregyházi kosársulinál, aztán gyakorlatilag mindegyikük később klubot váltott. Érthetően, hiszen vannak magasabb osztályi egyesületek, akadémiák, téged kerestek-e már valahonnan, és mit válaszoltál? Igen, szinte minden akadémia megkeresett már, hogy nem akarok-e eligazolni. Nyáron több edző is leült velem külön beszélgetni, hogy hogyan tovább, merre, és mindenkinek azt mondtam, hogy befejezem itt a gimnáziumot, ami még 2 év, és utána, amikor megyek egyetemre, amelyik városba megyek, ott fogom folytatni a kosárlabdát. Milyen reményekkel engedted el a világbajnokságra Lillát, aztán később jött képbe az EB is? Az igazság, hogy Lilla egy igencsak önbizalom hiányos játékosunk, tehát a többiek azért ettől sokkal nagyobb önbizalommal rendelkeztek, tehát hogy az első percről kezdve mindig izgult, hogy úristen, mi lesz itt, ki fog potyogni az első körbe, hogy nem fogja ott maradni, nem elég nagy a tudása hozzá, és hogy haladtunk előre, szép lassan azért egyre biztosabbnak éreztem magát, és amikor kiválasztották, és a szűk keret tagja lett, akkor nagyon boldog volt. Tehát neki a fő célja az volt, hogy az U17-es VB-n mindenféleképpen csapatban legyen, és ott tudjon játszani. Tehát hogy ez volt a legfontosabb. Ott akkor ugye megint azok jöttek, hogy hogy lesznek a játékpercek, mi lesz, és hogy a legnagyobb meglepetésre ugye már az első körben ugye kezdő csapatban volt a Lilla, és ugye szerintem megint egy akkora nagy lökést adott neki, és ugye őt ezek a dolgok azok inspirálják, tehát amikor ő látja, hogy ő benne bíznak, hogy számítanak rá, akkor ő innentől kezdve egyre jobb teljesítményt tud nyújtani, és ugye ez így volt a VB alatt is, és az esetek nagy részében akkor jutott a legjobb teljesítményt, amikor a többiek, akik a megyük úgy, a sztárjátékosok voltak, azok betisztek, na akkor volt ő az, aki erőlépett a hátsó sorban, és akkor hátára vette a csapatot. Ugye ez azért lényeges, mert ugye itt Nyíregyházán is körülbelül ennyi a feladat, hogy ugye neki mindenféleképpen hátán kell vinni, és amikor nehezebb mérkőzések vannak, hát mi bele szoktunk szaladni abba, hogy hol egál, hol kicsikét vereség, ez az amaz, hogy onnantól kezdve megint valakinek hátára kell venni, meg kell próbálni nyerni, és ez egy óriási élmény volt. Aztán fölhívott itt a VB utolsó napjaiból, hogy hát megkereste őt a Völgyi Peti, és hogy szeretné, hogyha az U18-on is részt venne. Hát, hogy pillanatra ez ilyen sokként ért, de azt tudjuk jó, hogy az egy ekkora sorozat terhelést egy ilyen fiatal szervezetnek nem egyszerű elviselnie. De ugye mi a legfontosabb a játékosnak az érdeke, az, hogy olyan tapasztalatokkal gazdagodjon itt a sport életében, ami ugye a későbbiekben meghatározó lehet, konzultálunk fofával, hogy tudjuk megoldani, mit tudunk csinálni, mit kell ez úgy nekünk hozzátenni, hogy ezt a Lilla végig tudja csinálni, és ne legyen probléma. Kész, ennyi, és onnantól kezdve igent mondott. Ugye ott akkor, amikor mi beszéltünk az edzővel, akkor ugye mondta, hogy hát itt már ez csak egy kiegészítő szerepkör lesz, itt nem kell neki sokat a pályán lenni, mert hát ugye itt vannak az idősebbek is, majd azok megoldanak mindent. Jó, oké, rendben van, kész. És akkor ámlás csodát. Kimentek az U18-ra, és onnantól kezdve ugye a vége fele már megint 20 perceket töltött a pályán, ugye elsősorban azért, mert ő fizikálisan még mindig jól bírta, és nem volt gond azzal, hogy most esetleg olyan sérülés jöhet az életében, ami utána későbbiekben ugye az meghatározó lehet, és hál' Istennek pont az utolsó meccsen szállt a legjobban, amikor a csapat legjobbja lett. Mi nagyon büszke vagyunk arra, hogy ilyen teljesítményt nyújtott, és hogy ekkora akarattal és kitartással tudta ezt a 2 hónapot végigcsinálni.
új edzővel és megfiatalított csapattal készülnek a szezonra a nyírbátori férfi kézilabdázók. Az NB2 északkeleti csoportban a legutóbbi két bajnoki címet begyűjtő együttes Falcsik Miklós irányításával az első öt hely valamelyikének megszerzését célozza meg. Három meghatározó játékosunk hiány, fiatalokkal frissítettük fel a keretet, mások a célok, mások a célkitűzések. Páncél Zoli máshova igazolt, Illés Norbi, illetve a Fábián Vince, aki a tavalyi bajnokcsapatnak tagja volt, illetve hát helyi nyírbátori fiatalokkal töltöttük fel a keretet, akiket a jövőt illetően rajtuk múlik, hogy ki fog bekerülni az NB2-es keretbe, és így kezdtük meg az alapozást is, ennek szellemében dolgoznak a srácok. Lehet azt mondani, hogy akkor ez a szezon az építkezésére, ezt Nyírbátorban hova lehet majd pozícionálni, vagy hol várjátok ezt a csapatot? Igen, jól látod, építkezés lesz a szezonunknak a mottója. Attól függetlenül azért a csapatot a középmezőny elejére, illetve úgy mondom, hogy az első ötbe várom, amiben benne van akár a dobogó is. Azt mondják a szakemberek, hogy köszönhetően a két NB1-be is csoport összevonásának a NB2-es csoportok is erősödtek. Lehet-e már látni az erőviszonyokat, vagy pedig várni kell néhány fordulót? Látni már lehet, aztán majd ahogy elkezdődik a bajnokság, akkor kiderül, hogy kinek hogyan sikerült erősíteni. Egy biztos, hogy a Mezőkövesd feltett szándéka, hogy visszajusson az NB1-be, így is készülnek szinte NB1-s feltételekkel. Az Acélváros, aki tavaly is szeretett volna már bajnokságot nyerni, aztán végére összezuhant ilyen-olyan okokból kifolyólag, ő szintén beerősített, NB1-ből ózról több játékost igazolt. Nem kell számításon kívül hagyni a DVTK-t sem, akiknek ugyan nem kifejezetten céljuk ebben az évben a bajnokság megnyerése, de ismerve a barátomat, az edzőjüket, Molit, aki nekünk tavaly ugye az edzőnk volt, ő egy maximalista edző, és biztos, hogy ki fogja belőlük hajtani. Nagyon jól erősített a Tiszavasvári, a Fehérgyarmat jól erősített. Tulajdonképpen én is arra számítok, hogy egy brutálisan nehéz bajnoki szezon elé nézünk, de állunk elébe. Augusztus elején kezdte a felkészülést a nyírbátori férfi kézilabda csapat, lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag egy hónapja dolgoztok. Milyen elképzelésekkel vágtatok a munkának, és mi sikerült eddig elvégezni belőle? Igazából annyi változott a célok és feladatoknál, hogy nem minden a bajnokság megnyerése a cél. Szeretnénk ott a mezőny elején végezni elsőt, vagy akár esetleg egy dobogót elcsípni. Azért csak egy bajnok csapatról van szó, aki a tavalyi folyamán meg tudta védeni a bajnoki címét. Ennek értelemszerűen szeretnék megfelelni. Így is készültünk. Egy hónapos munka van most már lassan bennünk. Azt szeretnénk, hogyha a sérültek felépülnének. Sajnálatos módon elég sok sérült lett a felkészülés elején. Négyen is hiányoztak például sérülés miatt a Tiszavasvári mérkőzésen, de ott a fiatalok legalább kaptak egy kicsivel több lehetőséget, ugyanis ez is cél lenne, hogy minél több hazai játékos próbáljunk meg beépíteni a csapatba. Ha a keretet nézzük, a korösszetételt és a posztokra való létszámot megfelelően minden. Egy edző akkor nyugodt, hogyha minden posztra van legalább két ember, és akkor még az ifisták közül is bevethető lenne jó néhány. Sajnos ez nem mondható el. Beálló posztunk tulajdonképpen idézőjelben hiányos, bár a Lángmár visszatérésével, aki egy fiatal játékos, aki sajnos egy évet kihagyott, lehet, hogy megoldás lesz a beálló posztnak a pótlása, de a Bormárk, aki első számú beállós, rá lehet számítani. Átlövő poszton gyengültünk, ugye azért csak a Páncél Zoli személyében a tavalyi évadnak a gólkirálya távozott a csapattól, és nem abba hagyta, hanem igenis egy másik riválishoz, a szomszédvári Fehérgyarmathoz igazolt, úgyhogy mindenféleképpen gyengültünk vele, de megpróbálunk mindent megtenni, hogy az ő pótlására. Levente itt van, Menyárt Levente, aki
kevesebb lehetőséget kapott Zolinak a szerepeltetése során. Most itt a lehetőség bebizonyíthatja, hogy ő is egy nagyon jó képességű játékos. Minden csapatnak van egy alapjátéka, a Nyírváton milyen kézlabdát fog játszani? Szeretnénk jól védekezni, és abból nagyon sok rendezetlen védelmi támadást vezetni. Ez egyelőre még csak terv, tehát még nagyon az elején járunk. Szeretnénk a 6-6 üres kapus játékot is tökéletesíteni. Még nem gyakoroltuk, nem is próbáltuk még mérkőzésen, edzőmérkőzésen, illetve a 7-6 elleni üres kapus játékot is szeretném, hogyha ha be tudnánk vezetni, és akkor az is egy alternatíva lenne. Védekezésben is több variációt gyakorolunk. Még a zárt mellett szeretnénk egy nyitott formációt is megtanulni. Ez amúgy is nekem mindig is a heppen volt, úgyhogy reménykedünk benne, hogy nem lesz annyi sérült, és tudunk normálisan dolgozni, és a bajnokság kezdetére, szeptember 10-ére tényleg felkészülten fogunk tudni odaállni. A sportolók általában sportáktól függetlenül ezt az időszakot szeretik a legkevésbé, amikor a felkészülés zajlik. Mondjuk egy picit már színezve van a tietek felkészülési meccseke, hogyan telt az elmúlt szűk egy hónap? Augusztus elején elkezdtük a felkészülést, és rögtön a második héten már két edzőmeccset játszottunk a Diósgyőrrel. Igazából elég szűken tudtunk elutazni. Ugye mindenkinek munkahelyi elfoglaltság sérülés nehezíti azért ezt az időszakot. Az elmúlt két szezonban bajnokságot nyert a csapat, most talán egy picit szerényebbek a célok, de hát gondolom minden játékos azt szeretne minél több meccset nyerne. Milyen ez a mostani gárda eddig? Igyekszünk minél jobb eredményt elérni. Valóban azt kell mondjam, hogy kevesebben vagyunk, de ugyanolyan elánnal, mint eddig próbáljuk a mérkőzéseket behúzni. Reméljük, hogy sikerülni fog, bár ez a bajnokság ez bivajerős lett. Azt gondolom, hogy sokkal nehezebb lesz a rendő bajnoknak is megnyerni, mint nekünk tavaly előtt. A Deac Kosárlabda Akadémia nyerte a második alkalommal megrendezett Sallai József emléktornát, miután a döntőben 98-82-re verte a budapesti Honvéd csapatát. A Nyíregyházi Sportcentrum együttesen negyedik, a rendező NKK Ötvös pedig a hetedik helyen végzett az U16-os csapatokat felvonultató rendezvényen. Kettős érzés van bennem a tornával kapcsolatban, hiszen egyrészt ez erősebb volt, mert két külföldi csapat volt. Tavaly Szlovákiában nem tudott a Covid vészhelyzet miatt eljönni a kassai csapat. Idén Prievidzából jött egy igen erős csapat. Viszont én szerintem tavaly a torna döntője talán színvonalasabb volt, és az akkori győztes a Rád Géber Akadémia csapata szerintem most is meg tudta volna nyerni, ha eljön. Ettől függetlenül a torna maga, az mérkőzések összessége szerintem magasabb színvonalat, mint tavaly. Ugye neked több évtizedes kapcsolatod van kosárlabda berkekben, de Sallai József neve jelent valamit, amikor hívod a résztvevőket? Feltétlenül nagyon sok helyen, Honvédnál, Debrecenben, Kecskeméten szólnak, a minden ismerték Jóska bácsit is, nagyon örömmel elfogadták az invitálást. Nem csak azért, mert ez egy kiváló torna, azért, mert ők is emlékezni akarnak rá. Amikor a torna előtt beszélgettünk, azt mondtad, hogy a NKK Ötvösnek a tanulása célja. Elértétek a célt? Szerintem igen, és azzal, hogy egy meccset tudtunk nyerni egy ilyen mezőnyben, ahol az előbb mondtam, két nemzeti akadémia volt, két külföldi NB1-es csapat utánpótlás csapata, és két sportági szakszövetség által akreditált akadémia, és egy meccset tudtunk nyerni. Pont a Mercedes-Benz gyár akadémián ez mindenképpen nagy fegyvertény. Milyen célra vág neki a hamarosan kezdődő bajnokságnak ez a korosztály, és a NKK Ötvös többi korosztályának mi a cél? Ez a mostani korosztályunk számunkra egy kiemelt korosztály, szerintem nagyon sok tehetséges játékos van benne. Biztos vagyok benne, hogy 2-3 NB1 szintű játékos is lesz, hanem válogatott is, legalábbis utánpótlás szinten. Szeretnénk az országos főtáblára és a 32 legjobb csapat közébe jutni, ez a célunk. Egyesület elnöke Makrai László azt mondta, hogy a házigazda csapatnak a tanulása célja, ehhez képest nyertetek egy meccset két vereség mellett, elégedett vagy a látottakkal? Összegészében azt mondom, hogy igen. Leginkább azért, mert a mai mérkőzésen igaz, hogy tartalékos összeállításban érkezett a Kecskeméti Akadémia csapata, hisz három meghatározó játékosuk hiányzott, de olyan elemeket tudtunk mérkőzési szituáció megvalósítani, amelyeket edzésen gyakoroltunk. Az első két mérkőzésünkön tőlünk fizikálisan erősebb csapatokkal játszottunk, teljesen más sebességben, kicsit meg is voltunk illetődve. A harmadik mérkőzés, a harmadik napra már úgy érzem, hogy sokkal inkább bátrabbak voltunk, magabiztosabbak voltunk, és ennek is köszönhető, hogy sikerült egy mérkőzés megnyerni.
vagyunk. Ugye az akadémiai csapatok, ráadásul vannak kiemelt akadémiai csapatok is, úgy állami támogatása, nagy költségvetése, napi egy, nagy isten, heti 5-nél is több edzéssel készülnek, ehhez képest nektek milyenek a lehetőségeitek? Összegészében azt mondom, hogy mi lehetőségeink is jók, hisz hetente 5-ször tudunk edzeni, igaz, hogy nem 9-szer, 10-szer, mint ahogy az ellenfelek, de parkettás termekbe tudunk dolgozni. Idén egy új projektbe kezdtünk bele, mégpedig nem korosztályokra bontottuk a csapatainkat, hanem létrehoztunk egy A csapatot. Ebben azok a játékosok szerepelnek 18-an, akik vállalták azt, hogy a héten mind az 5 edzésen ott vannak, és nekik a kosárlabda tekintetében komoly céljaik vannak, illetve egy B csapatot is létrehoztunk, ahol szintén vannak szorgalmas gyerekek, de lehet, hogy az ő adottságaik nem olyan jók, mint az A csapatban szereplők, illetve olyan játékosok is vannak, akik a továbbtanulás mellett szeretnének úgymond sportolni, mozogni, és ők 2-3 edzésre fognak járni. Ez a korosztály, a kifutó korosztály az NKK 5-ösnél. Vannak-e olyan játékosok, akik a szezon végén esetleg magasabb szinten szereplő felnőtt csapatokhoz kerülhetnek? Én úgy gondolom, hogy a lehetőség több játékos előtt is megvan. Egy év alatt rengeteget lehet fejlődni. Elsődlegesen az a torna is rámutatott arra, hogy ezen játékosoknak kondicionális téren kell előrelépniük, tehát sokkal gyorsabban, agresszívabbnak kell lenni, úgymond plusz kilókat, izomban kell nekik magukra pakolni, és ezeken a mérkőzéseken szembe jött volt, hogy 10-15 kilóval kevesebbek voltak, mint az ellenfél játékosai. Én úgy gondolom, hogy ha ezeket sikerül megvalósítani, és a technikai, taktikai dolgokat edzéssel jól elsajátítják, akkor lesz olyan játékos, akinek van esélye arra, hogy kiemelt akadémiára kerüljön, vagy akár esetleg később igen NBA-egy átcsoportos csapathoz jusson. Neked nem telt eseménytelenül a nyár, hiszen a 2009-es születésű játékosokkal dolgoztál a válogatottnál. Milyen munkát tudtatok végezni? Kettőször is találkoztunk a játékosokkal. Június végén volt az első összetartásunk. 24 játékost térképeztünk föl. Ezt követően augusztus második hetében egy szűkítettebb kerettel 16 játékossal dolgoztunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy élmény volt. Nekem nagyon jó volt újra válogatott szintű játékosokkal együtt dolgozni. Sokkal könnyebb a munka, hiszen mondhatjuk azt, hogy az ország legtehetségesebb, legügyesebb játékosai dolgoznak egymással, és az edzés munkán nagyon-nagyon-nagyon látszott az, hogy ebben a korosztályban óriási presztízse van annak, hogy ki az, aki csapatba kerülhet. Úgyhogy két kőkemény hét van a hátunk mögött, 20 edzést tartottunk, voltak csapatépítő tréningek, sportpszichológussal foglalkozások, tehát nem unatkoztunk a nyár folyamán. Egy győzelem és két vereség, a negyedik helyen zárta a tornát a csapat, egy felkészülési tornán nem is igazán az eredmény a lényeg. Mennyire volt elégedett a látottakkal annak tükrében, hogy voltak hiányzóitok? Én megmondom őszintén, maximálisan elégedett vagyok, mert három aktív rotációtak hiányzott, illetve a Kassai Sanyi Covid-ból jött vissza. Ennek tükrében én maximálisan elégedett vagyok. 10 ponttal kaptunk ki a Honvédtól, nagyon jó meccset játszottak, de azt szóval le a kalappal a fiúk előtt. Hogy néz ki majd az előttünk álló idén, milyen célokkal vártok neki a bajnokságnak? Úgy gondolom, hogy ha összeáll a csapat, és mindenki egészséges tud maradni, akkor szerintem a legjobb 8 az reális cél lehet. Szerkezetileg hogy nézek ki, meg vannak-e minden poszton megfelelő magasságú, megfelelő fizikai állapotban lévő játékosok? Szerintem Palánk alatt nagyon tudunk dominálni, a Mucsi Bulcsú, illetve a Szabados Zétén szerintem ők topnak számítanak ebbe a korosztályba. Még azt mondom, hogy irányító berobó posztra kellene fejlődni, de dolgozunk rajta. Mennyit készültök, heti hány edzésre készül a csapat? Heti 9 edzés, 2 kondicionáló edzés, illetve 7 labdás edzésre készülünk. Mikor kezdődik számotokra a bajnokság, és hogy néz ki a menetrend? Szeptember 10-11-én kezdünk selejtező Szolnokkal, Mavccal, illetve a Félegyházi TSI-vel. Úgy gondolom, ott az első két hely az reális cél lehet, és utána ennek függvényében majd meglátjuk a többit. Tavaly is, az idén is játékvezetőként működték közzel édesapád emlékét ápoló tornán. Hogy láttad belülről, méltó volt ez a rendezvény édesapád emlékéhez? Mindenféleképpen a résztvevő csapatok és a játékosok is nagyon sportszerű küzdelmeket láttunk, és játékerőben is biztos vagyok benne, hogy ezek közül a csapatok közül többen is a országos döntőbe fognak jutni. Ugye ez a torna ápolja édesapád emlékét, de hát gondolom beszélgeti játékvezetőkkel, edzőkkel, akik ismerték. Milyen érzés az, hogy azért folyamatosan köztudatban van annak ellenére, hogy már nincs köztünk? Nagyon jó érzés, hogy mindenki tisztelettel beszél róla, és az emlékét így tudjuk továbbvinni. Emellett a torna mellett a róla elnevezett kosárlabdaléget is kiváló lehetőséget nyújt annak, aki szeretne mondjuk a szabadtérben is kosárlabdázni. Lesz a családban folytatás,
ebben a sportágban? A két kisebbik gyermekem kosárlabdázik is, focizik is, majd eldöntik, hogy melyiket szeretnék igazából csinálni, de örömmel sportolnak mind a ketten. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!